tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax is élőben, a Parallax is 55. adása. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, illetve az itt meg egybe gyűlteket is. A Friends of Star Trek nevű rendezvényen vagyunk most, Vault 51 Gamer Barban. Mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és itt vannak velem mai beszélgető társaim, Kassa Magdi, grafikus, szia! Sziasztok! És Vince Miklós, fizikus, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia Miklós! Sziasztok, és ezt te fejből mondod. Igen, de azért szerint ide is van írva a papírra. Biztos, ami biztos, a Jáksónak volt egy ilyen a heti hetesben, amikor vezette, volt egy pont, amikor a Hernádi Judit nevét a bemutatásnál elfelejtette, és hát én tanulok a profiktól, úgyhogy ezért mindig Kassa Magdit is ide fölírtam, pedig ismerjük egymást jól. No! A mai témánk ebben a különleges webcast kiadásban tulajdonképpen egy részben kapcsolódik a Star Trekhez, meg részben kapcsolódnak azokhoz az izgalmas dolgokhoz, amik manapság történnek. A kedves podcast hallgatóknak, nézőknek azért elárulom, hogy ma október 17-e van, ezt most jóval később halljátok és látjátok. És az egyik legizgalmasabb dolog, ami most a napokban történt, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hát Kör kapitány eljutott oda, ahol még Shatner nem járt, följutott az űrbe, és hát ezek most már első lépések, a SpaceX, a Blue Origin, a Virgin, ugye most 2022-re halasztották a nagy indulást, vagy ezeket a repülőseket, mikor lehet, hogy ebben sokkal tájékozottabb vagy, de hogy azért most már menetelünk afele, a világ fele, amit mondjuk az amerikai katonáknak a vietnámi háborúk után ígértek, mondjuk repülő autókkal, meg ilyen futurisztikus metropoliszokkal, még ha ez számunkra még távolabb is, de azért az űrturizmus az most látszik, hogy a 90-es évek nagy fellángolása után azért elindult, és tulajdonképpen van ennek üzleti és mindenféle alapja, és most már egyre többen jutnak ki a világűrbe. De abszolút. De hogyha már itt szóba hoztad a körkapitányt, akkor azért nem tudom, láttátok-e a repülést. Ugye nem volt egy nagy, 10 perc az egész, ugye egy ilyen szuborbitális repülésről beszélünk. Tulajdonképpen ez az, amit Anetka is részt vett. Nem. De te provokálsz, persze tudom, ő egyébként dolgozott együtt Anetkával. Úgyhogy ő pontosan tudja, hogy ez nem az, bár... Az, mint metrészt. Ha jól emlékszem, ő egy olyanra fizetett be, hogy egy MiG-29-essel fölrepültek a Szokottnál egy kicsit magasabbra. Űrugrás. Hát ő ezt így adta el. Anetka Space Project, igen. Na most ez a vicc, hogyha manapság lenne az Anetka Space Project, akkor ahogy mondod, ez azért már tényleg úgymond egy viszonylag elérhetőbb közelségbe kerülne, mert mi történt ott? Hát volt a... Segíts, hogy mikor? 2000-es évek elején? Közepén. Azt még nem értük el. Értem, 2005, úgy érted? Nem, lehet? Nem az, hogy még gimnazisták voltunk? Nem, szerintem később. Mindegy. Volt. Szóval a lényeg az, hogy akkor még, ugye, amikor hát ez a nevezett Fehér Anett nevű hölgy, aki egyébként orosz matematika szakos. Igen, de ő neki az a neve, hogy Fehér Anettka. Mert módosított. Igen. Hú, de hogy belecsöppentünk a bulgárba egy huszárvágással, pedig esküszöm, hogy William Shatnerről akartam beszélni. Én kérek elnézést, egy hetet dolgoztam a Borsnál. Bocs, lehet, hogy onnan ragadt rám. Én egyébként voltam előadásán, amikor volt az űrutazásra. Akkor egy egyik ilyen sci-fi napon. Én úgy tudom, hogy valamilyen tudományos, tehát ahhoz, hogy fölmessen az űrbe, ahhoz kellett vállalnia valamilyen tudományos kutatást, és ugye az segített neki benne, hogy orosz tanár, és oroszul kellett neki egy ilyen tudományos valami
eszét írni valamiről, de nem tudom, ennyire nem mentem bele. Na, amit én tudok, az az, hogy egyébként most is lehet ilyet. Sőt, ugye múltkor előtti Parallaxis podcastünkben, aki érdekel, az hallgassa vissza az 53-at, tudhatjuk jól, hogy Magyarországon is be lehet fizetni arra, hogy az ember 500 000 forintért fölmenjen egy körre vadászrepülőgéppel. Igen. A lényeg az, hogy be lehet ilyenre fizetni. Ukrajnában egy olyanra is be lehet fizetni, amikor még a szokottnál is magasabbra reptetik az embert, egy módosított MiG-29-essel. Ez még mindig nem az űr, de az már sokkal magasabban van, mint a szokott repülőgépek utazó magassága, tehát akár 20 kilométerig fölment az ember. Az nem az űr, az a legvégső határ. Az űr a legvégső határ, persze. De hol van az űrnek az alsó határa? És ez a kérdés, amit most így elkezdenek egyre többen boncolgatni, és a körkapitány témát is érinti. Hogy William Shatner tulajdonképpen hova a rákba repült a múlt héten? A csillagokba. Igen, de hogyan? Tehát, hogy ugye ez az érdekes kérdés, hogy az egyik érdekes kérdés, hogy például mit láthatott Anetka 20-25 kilométer magasan? Gyakorlatilag azt láthatta, hogy már igazából sötét az ég. Tehát, hogy már nappal is láthat az ember csillagokat az égen, már 25 kilométer magasan. És egyébként ugye gondoljunk a stratoszféra ballonokra, amiben mi is valamelyest így média partnerként részt vettünk az UPRA csapatnak a stratoszféra ballon felbocsátásán. Annak idején volt erről is egy Parallaxis videó, azt is meg lehet nézni a parallaxis.emtv.hu-n. Tehát ott már azt látja az ember 20-30 kilométer magasan, hogy látja fényes nappal a csillagokat az égen, a fényesebb csillagokat, és látja a napot. Tehát egészen űrszerű az élmény. A föld görbületét ott még nem látod, de, mert amúgy a föld gömbölyű, de ott már érdemes volt eljönni, hogy ezt megtudtam. Lapos földről is volt egy tök jó adásunk. Igen, itt minden ilyen, ilyen utalás, ilyen korábbi adások. Na, szóval azt még nem tekintjük az űrnek, de az már valami teljesen más közeg. Tehát ott ugye esélyünk se lenne életben maradni, persze, vagy ilyesmi. Na és akkor ugye van ez a hálás, de teljesen meddő vita, hogy hol kezdődik az űr. Ugye erre vannak különböző definíciók, ezek jellemzően 80 és 100 kilométer között szórnak. De bármelyik definíciót is tekintjük, William Shatner 105 kilométer magasra repült föl, tehát ő már masszívan behatolt a világűrbe, és azért akartam őt különösen megdicsérni, mert azért is van, hogy érdemes ezt a 10 perces repülést végignézni. Tényleg a William Shatner az egyetlen olyan ember, aki úgy viselkedik egy űrutazáson, ahogy azt elvárnád, ahogy szerintem a jelenlévők mindegyike viselkedne, ami az, hogy a Blue Origin-ek nem véletlenül tervezték rá erre az űrhajóra minden idők legnagyobb űrhajó ablakát, tehát ő gyakorlatilag rácuppant az ablakra, és végig azt lehetett hallani, hogy oh, wow, wow. Miközben az összes többi ember a levegőben bukfencezett meg minden. Ami egyébként nagyon menő, persze, hogy súlytalanság van 3 percig, ezzel csak az a baj, hogy ezt egyébként az űrön kívül is át lehet élni. Ugye én is voltam parabola repülésen. Egy parabola repülés olyan, hogy gyakorlatilag egy parabola repülés alkalmából utasszállító repülőgép átalakított verziója volt ez. 50-szer volt parabola. Mind az 50 az nagyjából 20 másodpercnyi súlytalanság. Hogyha azt összeadjátok, akkor az 50-szer 20 másodpercnyi súlytalanság az amúgy több, mint amit egy ilyen Blue Origin repülésen át lehet élni. Na de nyilván az ára, az töredék. Tehát, hogyha valaki erre fizet be, akkor az már ne a levegőben bukfencezéssel szórakozzon, basszus, hanem tapadjon rá az ablakra. De tulajdonképpen én úgy olvastam, hogy Shatner tulajdonképpen nem is fizetett érte, mert ja, ugye a Bezosnak a... De a többiek, igen. Igen, a többiek a fizetős. És pont ezek a többiek, akik amúgy fizettek érte, ezek voltak azok, akik nem érdemelték meg. Vagyis baromság volt, és a legjobban akkor látszott az egész, amikor leszállt az ejtőernyővel a kabin, és kiszálltak az emberek. Ugye oda ment Jeff Bezos, meg a mindenféle ilyen pláza hölgyek, és vittek pezsgőt, meg minden, és akkor óriási kiabálás volt, meg minden, és egy full felületes dolog volt az egész. Mindenki ott kúrjongatott örömében, kivéve William Shatnert, aki egy csodálatos monológot mondott.
És még el is sírta magát, ami nagyon megható volt. És tudjuk, hogy egy nagyon jó színész, de ugye, hogy ez igazi volt? Ez abszolút igazi volt. Tudjuk, hogy egy nagyon jó színész. Star Trek találkozó vagyunk. Nagyon jó színész, nagyon jó színész. Ja, amúgy abban a három... A TJ Hookerben olyan volt, hogy baromi jó, tehát nem, jó színész, jó színész. Én nem tudom, figyelj, most vagy nagyon jó színész, vagy őszinte volt, de én akkor inkább, vagy mindkettő, végülis egy jó színész is lehet őszinte. Neked nyilvánvaló, hogy nem tudom, hogy rátok, hogy hatna, vagy az itt jelenlévők tényleg, hogy hatna, ha akár csak egy ilyen három percig megtapasztalhatnák, mint a súlytalanságot, mind olyan magasságot, hogy tényleg az a látvány tárul eléjük. Én őszintén hiszem egyébként, hogy ezt ő abszolút meghatotta és átérezte. És... De az volt a fura, hogy a többiek, hogy tehát ő volt az egyetlen ember, aki kijött és elkezdett ezt, amit úgy hívnak, hogy hívják ezt, segítsetek már. Ez az overview effekt, ugye? Ezt így hívják. Igen. Hogy milyen törékeny a föld, hogy milyen kicsi a légkör, hogy ami ott lent van az élet, ami fönt van az a halál, és csak egy keskeny réteg választja szét, és hogy föld görbülete a végtelen. Ne felejtsük el, hogy ő egy 90 éves ember, tehát azért ő már tudja, hogy hátrafelé kevesebb van, vagy előre, de... hátra van több. Hogy én meg azt gondoltam, amikor így láttam ezt az egészet, hogy már Star Trek rajongó szempontból néztem az űrrepülését, és hogy nekem a torkomba dobogott a szívem, amikor fölment, mert hogy azt éreztem, hogy most ő nem csak, hogy eljátsz a körkapitányt, hanem ő körkapitány, mert kiment az űrbe. 90 évesen vállalt ezt az egészet. Fizikailag, szellemileg volt olyan állapotban, hogy felmehetett. Szerintem vannak olyan 20 évesek, akiket nem tudták volna megtenni. Simán. És hogy úgy éreztem, hogy hitelesítette a szerepét, azt, hogy ő volt körkapitány, mert megtette, és egy kicsit olyan... És nem csoda, hogy nem bukfencezett a súlytalanságban. Hát mert az Enterprise kapitánya az nem buk, ugye? Hát ott ugye működik a gravitáció, nem? Tehát hogy ott álljon az ember, és nézzen ki az ablakot. Meg én azt gondolom, hogy ő ugye folyamatosan... Tehát ő volt a Star Treknek azért az egyik arca, sőt, ha nem az arca, és hogy ő ezt játszotta, hogy az űrben volt kín is, és most nem eljátszania kellett, hanem átélnie ezt, amit eddig játszott. Vajon amikor T-0 volt, vagy K-0, azt hiszem most már így mondják, akkor vajon mondta, hogy manőverezőket, meg ilyenek, szóval, hogy vajon... De megszivatták őket némi halasztással az elején. Tehát, hogy ott ugye volt ilyen, hogy vártak, és nem volt semmi a T-0-nál, és ugye mentek valami volt egy kis gigszer ott az üzemanyag feltöltésnél, tehát még akkor emberek matadtak az indítóállásnál, amikor már rég az szokott lenni a feladat, hogy mindenki két mérföldnyire hagyja el a starthely közepét, és csúszott is, tehát megváratták. De tényleg, azért ezt gondoljuk végig, tényleg ez egy mérföldkő, tehát az űrből visszajönni ezzel az űreszközzel, az akár 5G-nyi túrterhelést is jelenthet. Oké, mondjuk, hogy ez egy turista út, meg hogy bárki mehet már. Tessék, egy 90 éves pocakos bácsi is felment, bárki mehet. 5G. Tehát, hogy most nem akarok tippelni, de tegyük fel úgy ránézésre, hogy William Shatner 100 kilós. Nem, szerintem nem lódítunk nagyot. Nem, biztos nem, nincs több 90-nél. Jó. De azzal nehezebb számolni, úgyhogy fizikusként fölkerekítek 100-ra, nagyságrendi becslést végzünk. Az azt jelenti, hogy fél tonnásnak érezte magát a visszatéréskor, tehát azt kell olyankor a szervezetnek elviselni. Szóval azért maximum respect William Shatnernek. No, de ez az utazás, meg ezek az utazások azért lehetnek első olyan kis lépéseink az űr valódi meghódítása, vagy újra meghódítása felé, ami tényleg elhozhatja azt, hogy kijussunk a mély űrbe is, és pár héttel ezelőtt, amikor ezt a rendezvényt promotáltuk a Parallaxis műsorban, én azt kérdeztem tőled, Miklós, hogy mit gondolsz a mai, amerre halad az emberiség, haladunk mi emberek, a mai technológiai és hozzáállásbeli szituációban, mondjuk, ha nem érkeznek meg 2063-ban a vulkániak, akkor bizony van-e esélyünk nekünk belátható időn belül, ami mondjuk nem azt mondom, hogy 500 év, meg 1000 év, hanem
hanem akár még a mi életünkben valami olyan lépést tenni, mint mondjuk Neil Armstrongnak a holdra szállása, vagy Russell Schweikartnak az első holdkom pilóta, erről is van adásunk, első holdkom pilótaként való ténykedése. Hát igen, van, abszolút, mert most egyébként az űrkorszak szerintem legizgalmasabb fejezetét éljük. Mert hogy, bocsánat, mert sokszor úgy tűnik, hogy egyébként annak az izgalmas űrkorszaknak vége van. Igen, úgy tűnt, amikor kicsik voltunk. Tehát hogy a 90-es években és a 2000-es évek elején baromira úgy tűnt, hogy mi már rosszkor születtünk. Nem voltunk ott, amikor az Armstrongék leszálltak a Holdra, de még akkor se, amikor Rusty Schweikart kipróbálta a Holdkompot, de nem voltunk ott aztán. Később se, nem láttuk Gagarint, Lajka kutyát, meg a többi izét. Ugye mi ezekről már csak a történelem könyvekből tanultunk. Az egyetlen olyan bolygó, amit felnőtt fejjel láttunk úgy, hogy először közelített meg egy űrszonda, az a Plutó, amit addigra már le is fokoztak. Az elmúlt, úgy mondanám, hogy 10 évben, ami egyébként egybeesik azzal, amióta az általad emlegetett cégeknek úgy felpörgött a tevékenysége, gondolok itt a SpaceX-re, a Virgin Galactic-ra, meg a Blue Origin-re, és egyébként még ezeken kívül is van egy csomó magáncég. Szóval most úgy tűnik, hogy most kezdődik el igazán az űrkorszak. Mert az egy olyan, a 60-as években az egy olyan nagyon-nagyon különleges űrkorszak volt, amin soha a történelemben nem lesz olyan helyzet még egyszer, mint ami például az Egyesült Államokban akkor volt, amikor volt egy gazdasági fellendülés, és volt egy politikai akarat, meg ez a hidegháborús helyzet, amiben olyasmit kellett produkálni, ami rohadtul megelőzte a korát. Tehát én mostanság jöttem rá, hogy az Apollo program, ami embert juttatott a Holdra, az megelőzte a korát. Nem az van, hogy utána rút szibarita vázzá váltunk, és így elkorcsosultunk, és elfelejtettük a tudást, hanem egyszerűen olyan évtizedekkel előzte meg az Apollo a korát. Meg talán akkor, de javíts ki a tévedek, vállaltak olyan dolgokat, amiket ma már nem biztos, tehát talán le is fújna a küldetéseket, vagy az igen. Európai űrügynökség. Hát igen, ezt mondta Rusty Schweikart. No, mert ha belegondolunk, az űrkutatás egyébként azóta, amióta a legelején ki kellett találni, hogy menjünk az űrbe, nyilván akkor minden baromi új volt, és nagyon innovatív. Aztán valamikor a 70-es évekre elkezdett a dolog rutinná válni, de mit értek ez alatt? Az alatt azt értem, hogy az űrkutatás, az űrtevékenység bizonyos értelemben a lehető legkonzervatívabb emberi tevékenység a világon, ugyanis mindenki azt akarja, hogy a műhold, amit évek munkájával és több százmillió dollárért összeszerelt, az működjön. Ne az ő műholdja romoljon el. Ne az a tudományos kutató műhold romoljon el, amiben pont ő ölt bele 20 évet az életéből, mert kb. Annyi egy ilyen projektnek az időtartama. Ne az a műhold romoljon el, amit a mi cégünk épít. Ne az a rakéta robbanjon fel. Tehát mi következik ebből? Az, hogy onnantól kezdve, hogy kiérleltek egy technikát a 60-as, 70-es évekre, mindenki igazából a lehető legkonzervatívabb módon abban volt érdekelt, hogy a lehető legkisebbeket fejlessze a dolgokon, mert mindenkinek sokkal fontosabb volt, hogy az adófizetők pénze az ne egy robbanásban öltsön testet, hanem mondjuk tudományos eredményekben. Ez tök jó, csak ezért van az, hogyha megnézitek, hogy a mostanság a Szojuz űrhajókat a nemzetközi űrállomásra juttató hordozó rakéta, az kb. Egy az egyben úgy néz ki, és nem véletlenül, mint például az a rakéta, annak az alja, vagyis az a rakéta, amivel az első műholdat több mint 60 évvel ezelőtt pályára állították, vagy az első embert 60 éve. Majdnem tök ugyanúgy. Én csak mint kicsit laikusan szólok hozzá, de én azon gondolkodtam, hogy talán azért sem nézzük annyira ezt, vagy gondoljuk azt, hogy már nincs akkora ugrás ebben az űrkutatásban, mert mindig az elsőt nézzük. Az első ember az űrben, az első ember a Holdon. Az Apollo 13-nál volt ez, hogy már nem senki nem nézte az Apollo 13 közvetítését, mert senkit nem érdekelt, hogy már most hanyadik ember megy fel a Holdra, kit érdekel. És csak akkor kezdték el nézni, amikor a katasztrófa történt, igen. Mert sőt, akkor érdekes lett. Sőt, nem csak nem nézték,
a televíziós állomások nem közvetítették. Igen, tehát, mert nem volt nézettsége az egésznek. És hogy most is például, hogy űrturisták mennek az űrbe, kit érdekel? Hogy egy csomó gazdag ember fizet azért, hogy fölmenjen, nem érdekel senkit. De mihelyt a William Shatnert viszik föl, annak van reklámértéke, azt mindenki akarja nézni. Ez mindenképp egy szempont, meg az is egy szempont, hogy a William Shatner az egy megnézhető dolog. Tehát tényleg egy 10 perces repülés volt, hogyha már valaki látott olyat, hogy nézzük meg élőben, hogy a nemzetközi űrállomáshoz hozzákapcsolódik egy űrhajó, hát annál unalmasabb nincs. Tehát, hogy én nagyon szeretem, tehát ez olyan, mintha nem tudom, tehát nem tudom, most a Wagner bérlet golf közvetítés tengely mentén kell elhelyezni egy ilyet. Tehát ez nem az a dolog, amin lerágod a körben. De csak azt akartam mondani, hogy évtizedeken keresztül nagyon konzervatív volt emiatt az űrkutatás, és az állami szektor miatt volt ez. Mert az adófizetők pénzét, blablabla, a jól bevált módszert kövessük. És akkor ez megy. Na, aztán megjelentek a magáncégek, és ez tök jól megfogalmazta Rusty Schweikart űrhajós, akivel beszélgettünk az évadnyitó podcastban, hogy jöttek ezek az emberek, például Elon Musk, hogy más ne emlegessünk, de Jeff Bezost is lehet mondani, és hát mi történt? Hát az történt, hogy ők vállaltak olyan kockázatokat, amiket a kormányhivatalok már nem. És mert nekik tényleg volt egy víziójuk, és ők tényleg úgy voltak vele, hogy megéri esetleg a bazinagy jövedelmükből ennyit felrobbanó rakétákra szánni, mert azzal lehet mert egyébként vitathatatlan, hogy azzal lehet a legnagyobb ütemben fejleszteni, megtanulni, hogyha az ember folyamatosan kísérletezget és felrobbantja a rakétákat. Az a legmenőbb tanulási módszer. Megjegyzés, egyébként az űrkorszak hajnalán a kormányhivatalok is ezt csinálták. Tehát akkor is minden rakéta felrobbant, és két hetente próbálkoztak újra. Nem az volt, mint hogy aztán éveket vártak, hogy megcsinálják, aztán... Ugye? Szóval, de ugye ők aztán rájöttek valamire, ott maradtak. De most itt vannak ezek az emberek, akik sokkal nagyobbat mernek álmodni. Az Elon Musk az kb. 20 évvel előre álmodja a Marsra szállást ahhoz képest, amit a NASA eredetileg kitalált, hogy mikorra realisztikus. És nagyon könnyen lehet, hogy inkább neki lesz igaza. Na de akkor még mindig ott tartunk az én... Mert próbálom a Star Trek felé terelni a témát, de hogy még mindig ott tartunk, hogy tulajdonképpen... Mert a Star Trekben az egy nagyon fontos momentum. Amellett, hogy megismerkedtünk egy földön kívüli fajjal, és történt, aminek történnie kellett, de egy nagyon fontos momentum az, hogy azért ők technológiai egy jóval fejlettebb faj, akik nek a segítségével vagy hatására, most erre persze belemeltünk vitákba, mert az Enterprise-ba kiderül, hogy azért inkább lehet, hogy az hátráltatás volt, mint segítség a vulkániak részéről, de általánosságba véve, csak a tényeket nézve, van arra esélyünk belátható időn belül, hogy valóban olyan távolságra kerüljön tőlünk, akár csak a naprendszerben lévő bolygók, akár a Mars, vagy akár a Pluto, hogy oda úgy ellátogassunk, hogy problémamentesen? Vagy egyáltalán, hogy az esélyünk meg legyen? Abszolút. Hát ez igazából technikailag megoldható ma. A Mars. Igazából az a baj, itt van nálam egy 1958-as könyv, amiben egyébként taglalják a korabeli nagy német rakét. Ez egyébként egy német könyv, vagy csak lehet fordítva magyarra, de egy Heinz Mielke nevű könyv, szerzőnek a könyve. És hát itt szerepel benne Von Braunnak a részletesen kidolgozott Mars repülési terve, a Mars Plan. Na most itt aztán van benne minden. Itt ugye az van, hogy 70 emberből álló személyzet, részletesen meg van tervezve egy űrhajó, ami egyébként, hát nem kevesebb, kérem szépen, mint a hajtóművek fogyasztása, nem kevesebb, mint ezt nem is tudom kiolvasni, de 5.320.000 tonna üzemanyag, tehát hogy valami ilyen grandiózus mars, ilyen Wagneri mars, meghódító nagy gigantomán német tervről van itt szó. 532 tartályhajó egyenként 10.000 tonna űrtartalommal, az kell hozzá, meg mit tudom én, 1730 kilométerrel a föld felszíne felett szereljünk össze 950 szállító repüléssel egy űrállomást, tehát hogy na, szóval
ezek a dolgok, ezek lehetségesek, egy technikai akadály nincs. Ezt 1950-es években írta le az ember, és igazából ezzel nem azért, tehát mostanában azért lejjebb csavartuk a potmétert, most már nem ilyen Wagneri víziókat gondolunk arról, hogy hogyan kéne elmenni a Marsra, de ez nincs neki technikai akadálya. Igazából azon megy a szőrözés, azért nem vagyunk még ott, mert olcsóbban és gyorsabban szeretnénk csinálni. De ilyen értelemben fizikai akadálya nincs. Azt mondanám, hogy mérnöki akadálya sincs, anyagi akadálya van, de most az Elon Muskék rájöttek ilyen dolgokra, mert mire jött rá ez a fickó? Ugye miben rejlik a forradalom? Abban rejlik a forradalom, hogy a csávó fölfedezte, hogy a rozsdamentes acél, ami körülbelül zilliószor olcsóbb, mint az ilyen szénszál erősítésű, mit tudom én milyen, meg titánium üzék, amikből építették eddig az űrhajókat, meg a rakétákat. Szóval van olyan rozsdamentes acél ötvözet, ami mindent tud, ami egy rakétának kell. Tele van a konyhám vele például. Pontosan. De ugyanaz az anyag. Amiről ugye emlékeztek, hogy az űrrepülőgép hogy nézett ki, több tízezer kis kerámia csempével volt beborítva, hogy azt a több ezer fokos hőt, ami a légkörbe visszatéréshez kell, vagy ha már itt tartunk, a Marsra való leszálláshoz kéne, azt el tudja viselni. Ugye ezek nehéz és drága anyagok voltak, és ráadásul nehéz, tehát nem nagyon tűntek újra hasznosíthatónak sem, annak ellenére, hogy ez lett volna a cél. Tehát ahhoz tulajdonképpen, hogy az emberi kolóniákat létrehozzuk a Marson, vagy bárhol máshol a naprendszerben, ugye elengedhetetlen tulajdonképpen az a technológia, amit ugye a SpaceX-nek úgy néz ki, sikerült azért úgy eléggé magabiztosan. Ez olyan, mint amikor nézitek az ősembereknél, hogy elkezdődött a kőkorszak után a vaskor. Tehát ez egy olyan szintű technikai ugrás, mert mostantól lesz az, hogy történt olyan technikai előrelépés, hogy nagyságrendekkel olcsóbb lehet az űrbe menni. Miért mehetett el William Shatner az űrbe? Azért mehetett el, azért lehet egyáltalán űrturizmusról beszélni, mert ez a rakéta, amivel ő repült, és az űrkabin teljes egészében újrahasznosítható. Ez korábban elképzelhetetlen lett volna. Tehát maga a rakéta is visszaszáll, meg a kabin is visszajön. 100-100 annyit kell csinálni, hogy újra összeszerelni, átvizsgálni és feltölteni üzemanyaggal. Most ehhez képest eddig az űrkutatás úgy nézett ki, mint képzeljük el, mennyire lenne fejlett a légi közlekedés, hogyha mondjuk minden Boeing 737-est vagy Airbus gépet csak egyszer lehetne használni. Hogy mondjuk átrepülünk Budapestről New Yorkba és kész. Hát nyilván nem tudnák eladni a repülőjegyeket, de pontosan exaktul ez volt az űrkutatásban a probléma. Tehát ami az elmúlt évtizedben történt, hogy a rakéták részeit újra lehet használni, sokkal nagyobb arányban, mint korábban. Ez tényleg egy olyan nagy lépés, hogy ezért mondom azt, hogy most kezdődik az igazi űrkorszak. Az egy állami erőfeszítéssel erőltetett dolog volt korábban, 60-70-es évek. Nem volt gazdasági igény arra, ami történt. Az egy politikai dolog volt. Tök jó, hogy volt. Politikai katonai nyomásra megszülte, hogy embert küldtünk a Holdra. Tehát igazából nem tartunk. Hol tartunk most? Azt mondják egyébként, hogy megérné kisbolygókat bányászni. Mert egyrészt olcsón tudunk oda menni, másrészt pedig azt mondják, hogy mondjuk a kisbolygó kibányászásából annyi mindenre lehetne szert tenni, ami a Föld jelenlegi összes GDP-jének az ezerszerese. Mert annyi nyersanyagot lehet onnan kibányászni. Itt vannak például az M-típusú kisbolygók, M mint metál, ezek fémből vannak, ugye tele van velük a naprendszer. Egy ilyen átlagos 2-3 kilométeres kisbolygó, azt írják, hogyha olyanok az összetételei, mint amit a meteoritok alapján gondolunk, akkor az 10 000 tonna aranyat tartalmaz, vagy 100 000 tonna platinát, vagy 10 millió tonna nikkelt. Akkor ez már cáfolja azt, amit Vilmos Herceg mondott, hogy a Föld megmentése lenne az első cél, és nem az űrturizmus. Mert hogy akkor ezzel tulajdonképpen két legyet egy csapásra. Pontosan. Tehát én csak erre azt tudtam mondani, hogy oh dear, tehát hogy igazából szegény Vilmos Herceg nem nagyon lát ki ebből a dologból. Hát ha már itt sporolni kéne, akkor felvetném amúgy, hogy az angol királyi család fenntartása amúgy mennyibe kerül. Most ehhez képest az
egyébként például a Shatnernek a repülése az eltörpülő összeg, és valóban ezek technológiai demonstrációk. Most már újra lehet használni az űrhajókat. Most már elindulhatunk úgy bányászni, hogy nem használjuk föl, hogy többször is felhasználhatjuk a dolgokat. Ez iszonyatosan menő. Innentől kezdve majdnem ott tartunk, most nyilván eltúlzok, még egy-két évtized még kell ehhez, de gyakorlatilag üzemanyag áron lehet majd repkedni a kisbolygókhoz. És igen, a Földön nekünk ettől jobb lesz, arról nem is beszélve, amit meg a kínaiak kezdtek meg, és az is nagyon kell ahhoz, hogy mi Star Trek világgá tudjunk válni, hogy az űrben termeljük meg a Föld számára az energiát. Ugye az az ötlet, ez már 80-as években felmerült, hogy föl kéne rakni marha nagy napelemtáblákat az űrbe. Ugye ott ugye sose borul be. Ugye azért jó napelemet rakni az űrbe, mert ott mindig süt a nap. Ezt konkrétan oda kell rakni, ahol mindig süt a nap, soha nem takarja el semmi, folyamatosan. És akkor tulajdonképpen egy mikrohullám vagy lézer nyaláb formájában le lehet küldeni az energiát a Földre. Itt is igazából mérnöki problémák vannak, de ez egy nagyon egyértelműen olyan koncepció, ami szerintem sokat segíthet a Földön. Na de ez ugye arra vonatkozik, hogy itt nekünk a Földön mennyire jó és mennyivel lesz jobb, ami nyilván egy teljesen tök pozitív dolog. Azt gondolom, hogy ha az űrturizmus, vagy hívjuk bárhogy, ez felmerül, vagy az, hogy idegen világokra költözzünk, akkor az egyik komfort érzet elvonás az például abból fakadhat, vagy számomra például abból fakadna, kimegyek, felszállok egy ilyen űrhajóra, és megfulladok az űrben, mert nem tudom, kiukad az űrhajó, vagy a bázis a Marson, vagy bárhol. Tehát, hogy ezt a dolgot, ami egyébként a Star Trekben tökre jól megjelenik, mert hogy ott nem izgulják túl ezt a dolgot. Mi kell ahhoz, hogy ezt mi se izguljuk túl? Egy jó pszichológus. Oké. Tehát, hogy azért a Kolumbuszék, amikor felszálltak a Santa Mariára, hogy most azért... Tehát, hát ők már hajókáztak ott előbb is, és beleesnek a vízbe. Beleesnek a vízbe, hát az kész. Ugye? Tudod, van egy olyan szöveg, hogy bátran menni arra, hova ember még nem merészkedett. Jó, hát nem vettek be akárkit nyilván az izébe. Én kérek el, és sose jutok ki, úgy látszik én. Ne intézzük el ennyivel. Egyébként a mostani űrkorszakban is az van, hogy egyébként ez lehet, hogy meglepően hangzik, de olyan még nem volt, hogy hogy konkrétan az sima űrrepülés során történt volna valami végzetes kimenetelű baleset. Mert ezek általában vagy a start, vagy a visszatérés során történnek, minden esetben. Tulajdonképpen ezek a legveszélyesebb részei, igen, nem? Pont az, amikor vagy a Földről megyünk föl, vagy a Földre jövünk vissza. Ha megnézitek, az összes ilyen balesetet, Soyuz 1, Soyuz 11, Apollo 1 még föl se szállt a Földről, Challenger, Columbia katasztrófák, ezek mind olyan esetek voltak, amik vagy a felszállás, vagy visszatérés során történtek. Tehát összességében az űr, lehet, hogy ez meglepően hangzik, meg pszichológiailag nehéz, nyilván én is úgymond meg lennék ijedve, hogyha ott látnám, hogy itt ezt a vékony ablak választ el a vákumtól és a végtelentől, és igen, biztos. De ennek ellenére úgy tűnik, hogy ez egy lényegesen biztonságosabb hely, mint ahogy ezt így ez alapján elsőre gondolnánk. Meg hát tulajdonképpen a nemzetközi űrállomás is kiukat már párszor, tehát így van. És mégis fönn van kering, és senki sem sérült meg. Így van, és hát reméljük ez így is marad. Szóval, igen, ez egyébként egy mindennapos dolog, és nyilván minél gyorsabban megy az ember, annál durvábbak az ütközések, ami egy olyan dolog, amivel majd eljutunk egyszer a csillagközi utazásokig, akkor ez az impulzus hajtó, tehát hogy nem a térugrás, hanem úgymond a sima hajtás, de az is azért nyilván sokkal gyorsabb kell, hogy legyen, mint a mostani. Nyilván minél gyorsabban mész, annál nagyobbat ütközöl. Egy helyben levegő, akár néhány mikrométeres porszemcsével. Tehát, hogyha mondjuk 20 km per másodperces sebességgel összeütközöl valamivel, akkor ez azért nagy lyukat tud csinálni egy vastag falon is. Ezek olyan problémák, amik tényleg jelentősek, de nem olyanok, amik miatt ide leszünk kötve a Földhöz. Tehát ez nem egy showstopper, ez nem fogja leállítani.
De egyébként erről beszélgettünk már így a Star Trek-kel kapcsolatban, hogy nagyon érdekes az ő pszichológiájuk, hogy nagyon, olyan, mint hogy egy picit naívak lennének ezek az emberek, tehát hogy olyan úgy beleugranak dolgokba, hogy sugározzuk föl, és akkor majd meglátjuk. Tehát, hogy most benne van a mintatárolóban, semmi gond, már itt van, majd lesz valami. Tuvix, bocs. Vagy találunk egy pár mélyhűtött embert, azt felélesztjük, mert majd lesz velük valami. Mi tehát, baj történhet? De ez olyan, mintha az ő pszichológiájuk lenne. Tehát, hogy ők, nekik is kéne bíznak, egy jó pszichológus. Nem. Ők bíznak magukban annyira, hogy ez a mi szemszögünkből, akik mondjuk 21. századiak vagyunk, egy naivságnak tűnik, ők meg megoldják. Most néztem nemrég a héten újra a Voyager-nek a Sárkányfogak című epizódját. Ugye ez az, amikor azt a 800 vagy 900 éves civilizációt fölélesztik, és a 7-9-et oda megy, hát fölélesztem, bocs, hát meg akartam tőle kérdezni, hogy van. És akkor Janeway, hát jó, ennyi. Tehát fölélesztettem stázisból fölébresztettem egy embert, aki, tehát hogy ez ilyen, így túl lendülünk rajta, nem csak sztori szempontjából úgy, azért ez szerintem azért morálisan is. Ugyanez a történet a Semleges Zóna című epizódot TNG-ben, amikor a Data viszi föl a három mélyhütött 21. századi embert, és ő is így csak fölérezti őket, és így lesz így a Picard kapitány. És minek hozta magával őket? Így, mint hogyha valami nem tudom, mit szedett volna felmúlt közben. De hogy aztán így valamit majd kezdünk velük. De ez az egész egy kicsit egyébként, az egész Star Trek valójában azt helyezi át a kozmoszba, ami egyébként szerintem a nagy földrajzi felfedezések az összes velejárójával együtt. Találkozás új, mit tudom én, embercsoportokkal, kalózhajók, a másik ellenséges hatalom. Tehát, hogy igazából filozófiailag az emberiség már túl van ezeken, mert igenis megéltük már a First Contactot, mert Európa, vagy az indiánok, vagy ki honnan nézve, de abszolút megéltük a First Contactot, az akkori elmének azok idegenek voltak. Földön kívüliek, a szó legszorosabb értelmében, mert ami az ő, és látjátok is, hogy milyen ábrázolásmódok terjedtek el. Tiszta science fiction, hogy néztek ki azok az emberek, persze, mert aki a rajzoló nem járt ott, ahol az elbeszélők jártak, akik visszajöttek az ilyen világkerülő expedíciókról, és olyan csodálatos állatokat rajzoltak le, amikről olyan nehéz fölismerni, most már tudjuk, hogy mit akartak ábrázolni, de gyakorlatilag ők ebben éltek. Jó, de mondjuk oké, rendben, jönnek az űrmigráncsok, fölnő pár generáció, úgyhogy ez megszokottá válik, és akkor ez elég ehhez, hogy... Aha. Hogy abszolút megváltoztassa az emberek. Az emberi elme, azért vagyunk itt, mert az emberi elme az végtelenül hajlítható. Hát ez, hogy ez kertész volt, hogy amikor mondta, hogy az ember végletekig hajlítható, hogy az a nagy felfedezés, hogy amiről azt mondott, hogy abnormális, az két napon belül normalitássá tud válni. Ez úgy látszik, ez a fajunkra jellemző, a gazságainknak, meg a sikereinknek is úgy látszik, ez az egyik kulcsa. Hát a járványhoz is így alkalmazkodtunk. Ja, nagyon jó példa, igen. Szóval tulajdonképpen mondjuk mi mindannyian hazamegyünk, és utána nagy meglepetésünkre minden híroldal és a híradók arról számolnak be, hogy tulajdonképpen megvalósították a térhajtómű technológiát, most tegyük fel, akkor ugye mert végül is ez az egyetlen akadálya annak, hogy igazából a fénynél gyorsabb utazás az, hogy mi most tényleg kimenjünk a naprendszeren kívülre is, nyilván a naprendszerben is egyszerűbb lenne utazgatni. Mennyi idő telne el szerintetek addig? Ugye az Enterprise-ban látjuk, vagy tudjuk onnan, hogy ott azért viszonylag sok idő telik el, mondjuk az 5-ös fokozatú Enterprise indításáig, hogy durván 100 év. Tulajdonképpen itt mennyi idő alatt, ha meg lenne a technológiánk, ott tudom, hogy más a Star Trekben a sztori, mert ott a vulkániakkal dílelünk meg minden, de hogyha létezne és lenne energia és lenne térhajtómű technológia, akkor mennyi idő lenne az, hogy mondjuk az első telepesek elinduljanak akár a naprendszeren kívülre is? A kérdés az, hogy miért indulnak el a telepesek. Tehát én ott látom a szociológiai dolgot az egészben. Hát és a felfedezés miatt. Na ez az, a telepes szerintem nem a felfedezés miatt indul el, hanem... Akkor a felfedezők, az új Kolumbuszok. Az más. A Kolumbusz az más, mint a telepes.
Mert ha megnézed, de nem ez nem egy nüansz. Jogos. Nem egy nüansz, mert általában a telepesek, beleértve az Amerikát benépesítő telepes hullámok, a Mayflower-től kezdve a mostani Mexikó felől jövő tömeges migrációik, az minden esetben az a közös, hogy ők általában valami elől mennek. Hát mondjuk innen is, erről a bolygóról is van miért menni. Persze, tehát, hogy... éhínség, lehet, hogy túl teleszüljük a naprendszert, nincs hát, már ne egy. Viccelj, hát legalább de 130 kiló vagyok, szeretnék egy olyan bolygón élni, ahol csak 50. Na, ez például egy ok a menekülésre, hogy fölfele kibírd az 5G-t, de utána jó lesz. Na, szóval, hogy igen, szóval az egy szociológiai kérdés, és abban szerintem igaza lehet a Star Treknek, hogyha megvárjuk a... Tehát olyan, mint amit mondtam, hogy az Apollo programnak nem volt igazából társadalmi motivációja, hogy nem volt egy igazi igény, hogy hú, most nekünk el kell menni a Holdra. Azért mondtam, hogy az Apollo az egy anomália volt. Mert az tényleg így ment, hogy pitty-patty. És akkor ehhez képest mondjuk, hogy a Star Trekben mi tartott több száz évig, hogy 100 évig az első és az 5. generáció, nem tudom mi között. Szerintem az a normális. Tehát ha a gyarmatosítást nézed, tehát azért mondom, hogy ne az űrkorszakból induljunk ki, mert az olyan a világon többé nem lesz, hogy Kennedy elnök 61-ben azt mondja, hogy az évtized végére küldjünk embereket a Holdra, miközben semmi nem létezett, ami ehhez kell, és azt se tudták, hogy egyáltalán meg lehet csinálni, és 69-ben megcsinálják. Ilyen a világon nem lesz többé. És azt mondta volna, hogy menjünk a Marsra? Hát talán még az is ment volna. Tényleg. Tehát ezt mondom, hogy ez egy... A közönség felnevetett csak igen, azért. De az egy őrült dolog. Az egy őrült dolog. Mondjuk 75-re meg lett volna. Tényleg, ha ebben a svungban csinálják tovább, és nincs limit pénzben. Tehát az Apollo, ugye tudod, a gyorsó és olcsó, van ez az izé, hogy a gyors, olcsó és jó munka, kettőt választhatsz. Ugye az Apollo az a jó és gyorsat választotta, ebből kifolyólag nem volt olcsó. Ugye? Na, mindegy, szóval visszatérve. De hogyha nem ebből indulunk ki, ami még egyszer egy csodálatos anomália volt a történelemben, aminek rengeteget köszönhetünk most, hogy itt vannak ezek a kütyük az asztalon, ez ugye iPad-ek, személyi számítógépek, ez mind abból a törekvésből ered, hogy egy nagyon pici helyre egy fedélzeti számítógépnek be kell férnie, hogy tudjunk az űrhajóval vagy a rakétával navigálni. Nem azért, hogy kis cicás képeket nézegessünk a Facebookon, mert az az igény az közben jelent meg. Akkor még senkinek nem jutott eszébe. Ezt a technológiát, a miniaturizálás iránti szükségességet ezt tette lehetővé. Tehát az Apollo az egy csoda volt, de egy anomália. Hogyha a dolgok társadalmi folyását nézzük, akkor viszont inkább a gyarmatosításból indulnánk ki. Tehát, hogy azt tekinteném mérvadónak, hogy mondjuk Kolumbusz és a függetlenségi nyilatkozat között mennyi idő telt el. Ugye kevesebb, mint 300 év, de azért az valami ilyesmi. Tehát, hogy annyi generációnak azért le kell menni, és oké, hogy begyorsul a világ, de szerintem ilyesmi van. Tehát, hogy mire tényleg általános jelenlétünk lesz a Marson, Mert lesz. Tehát ha az emberiség nem csinálja ki magát, akkor ezek elkerülhetetlen folyamatok, de hogy városok legyenek a Marson, mondjuk több milliós lakossággal, az évszázadokra van. De a Kolumbusz az közel van. Mert mondjuk a Nat Geo pár éve ugye megcsinálta a Marsutunk a Vörös Bolygóra című filmet, amit igyekeztek úgy megcsinálni, hogy ugye egy fikciós elemet és vonalat is tartalmazott, és ott azért elég reálisan a mai technológiát, vagy a technológiákat felvonultatva tulajdonképpen álmodták meg a nagyon közeli jövőben a marsutazást, illetve a Marson élést. Van egyébként más olyan bolygó, ahol ami fölmerülhet mondjuk, eljutunk mondjuk a Marsra, mondjuk hány évenből, szerinted mikor jutunk el a Marsra? Mi ketten? Hát, nagyon soká, de... Hát nézd, 15. És mondjuk 15-20 év múlva eljut az emberiség a Marsra, akkor szerinted mi lesz utána a következő, vagy mi lehet utána a következő célpont itt? Nyilván valami Hold. Hát ugye van ez a kisbolygóbányászat, amit említettem. Tehát ez fontos. Ez nem lehet, hogy ez ilyen paralel? Ez paralel, persze, ez biztos. Ez paralel.
Egyébként sok terv van, tehát az emberek egészen hülye helyeken is tudnának lakni, ha van értelme. A Vénuszról el szoktuk mondani, hogy tüzes pokol, nem lehet lakni rajta, mert 90 atmoszféra nyomás van az alján, és mind meghalunk. Viszont a Vénusz felső légkörében, ilyen léghajó valamiken tökre lehetne lakni. Jó, ez minden ilyen tudományos dokumentumfilmben, ami ezzel foglalkozik, ez ilyen légkörben lehet lakni. Igen. Mennyire életszerű? Tehát, hogy tényleg mennyire életszerű az, hogy emberek ilyen... Semennyire. Tehát igen, ez a kérdés az egészben, hogy miért mennénk oda? Ugye? Minek ment oda? Tehát ez az, hogy valami kell. Erre mondtam, hogy a telepes hullámok is azért valami... Tehát valami kell, hogy azok oda menjenek, hogy átköltözzenek Európából Amerikába. Én jelenleg el nem tudom képzelni, hogy miért élné meg bárkinek mondjuk a Vénusz légkörében lebegő várost létrehozni, annak ellenére, hogy ez technikailag megoldható. Tehát ugye ez egy nehéz kérdés. De az emberekben van egy olyan is, hogy meg tudtam csinálni. Igen, oké. Okay. De az, hogy tehát nem építesz egy házat a Monteverest tetején ezért, csak mondjuk fölmászol, és akkor elmondhatod, hogy ezért, de nem az, hogy oda mész lakni, tehát azért ez más. Tehát fura, és itt ezt nem látom, hogy tehát a Marsot el tudom képzelni, hogy megtelepszünk ott. Azt is el tudom képzelni, hogy a kisbolygókon megtelepszenek az emberek. De lehet, hogy lesz egy olyan, hogy 2 milliárdos beszélget 100 év múlva, és majd az egyik, hogy nekem a Marson van ház, az semmi, nekem meg a Vénusz légkörében. Jó, hát ez egy szempont, hogy lehet vele vagizni, igen. Státuszszimbólum, egy vityilló a Vénusz légkörében, ez ugye egy faktor, ez sem lebecsülendő. De. Nekem I-Vénuszom van, bocs. Az idő, milyen rövidnek kell lennie az, ugye most, ha jó időben indulunk, akkor kb. Fél éves az út a Marsra, ugye nagyjából? De sokkal rövidebb is lehet, csak nagyon sok energia kell hozzá. De mondjuk ez a kényelmes, ez mondjuk fél éves. Hát ja, nagyjából. Mondjuk. Milyen rövidnek kell lennie az adott utazásnak, hogy mondjuk... Nyilván technológiai függő, de mondjuk van jobb technológiánk, mint most, akkor mennyire kell, mondjuk mit tudom, az Alpha Centauriig, vagy na, bármeddig? Mi az a hossz, ami... Most, ami technológiák vannak a láthatáron. Azzal az Alpha Centauriig, ami 4 fényévnyire van, 40 év alatt lehet eljutni. Ez ugye iszonyatos sebesség, mert az a fénysebesség 1/10. Most ez nem az, hogy ezt most meg lehet csinálni, baromira nem. Ez több évtized, ez egy emberöltőnyi munka lenne, meg megint csak végtelen pénz, ugye? Tehát ugye ez megint az... Fölmegyünk, kibányásszuk, van végtelen zsozsó. Igen, vagy megcsináljuk a magfúziót, végtelen energia, végtelen pénz, ugye? És akkor pont a magfúzióval lehetne például egy űreszközt hajtani, az a Daedalus űrszonda, a hipotetikus űrszonda, még a 70-es években terveztek a britek. Meg egy nagyon jó kis hajó egyébként a Stargate univerzumban. Ó, na... Vagy egyébként ugyanezt a sebességet célozza meg az Avilab, hogy csak a régebbi Parallaxis podcastokra utaljunk, ugye az a harvardi csillagász, aki azzal szokott kedélyeket borzolni, hogy ez a furcsa alakú kisbolygó, ami, vagy hát jó ég tudja micsoda, ami 2 évvel ezelőtt jött. Oumuamua. Oumuamua, igen, az a zseniális vagy. Hogy az ugye mesterséges eredetű lehet, ami így ellendült a naprendszerben. Ugyanez az ember ugye részt vesz ebben a Breakthrough Starshot nevű programban, ami ilyen icipici, tehát ilyen papírfecni méretű kis nano űrszondákat küldene a legközelebbi csillagokig lézertolással. Most annak nagyon okosnak kell lennie annak az űrszondának, és nekünk is nagyon okosnak kell lennünk, hogy egy ilyen pici műtyürkének a rádiójeleit olyan távolságból tudjuk venni, meg eleve, hogy eltoljuk odáig lézer, vagyis nem odáig kell tolni, nem fogja, egyszer kell fölgyorsítani, lézerrel egy pici tömeget fel lehet gyorsítani nagy sebességre, ez az ötlet. És akkor az mondjuk 50 év alatt elérne a legközelebbi csillagig. Na, de én nem ezt mondanám, azt mondanám, és én nekem ez a fixa ideám, hogy ez nem így lesz. Ez nem így lesz, hogy be fogunk gyorsulni, ez úgy lesz, hogy be fogunk lassulni. Mert az orvostudomány szerintem jelen pillanatban sokkal közelebb van ahhoz, hogy örök életünk legyen, mint amennyire az űrtechnika van ahhoz, hogy a fényhez közeli sebességgel repüljünk. Vagyis a génmérnökséggel, meg az emberi szervek újra csinálásával, meg olyan technikákkal, amik már most felsejlenek a láthatáron, szerintem egy reális cél az,
hogy egy évszázadon belül, ha nem is örök élet, de radikálisan meghosszabbított emberi élet, az a látóhatáról legyen. Mit jelent ez? Egy 10-es faktort. Képzelj el egy 1000 évig élő embert. Most vannak, akik azt mondják, hogy már most él a Földön olyan ember, aki nem fog meghalni. Ezek ilyen nagy hangú dumák, de az orvostudomány fejlődését tekintve, meg az, hogy ugye, mit tudom én, szerveket tudunk növeszteni, beszerelni, kicserélni. Tehát, hogy ugye általában az van, hogy tehát az orvostudomány, lássuk be, hogy itt azért fölsejlik egy lehetőség. Tehát lehet, hogy nem fogunk tudni 2 év alatt eljutni egy másik csillaghoz, de lehet, hogy ez nem is lesz baj. Mert lehet, hogy 1000 évig fogunk élni, vagy tovább. És akkor persze be is fogunk ahhoz képest lassulni, ha kell. Tehát ugye vannak lehetőségek. Az is lehet, hogy nem organikus lényekként fogunk oda repülni. Az is lehet, hogy minden információnkat le lehet menteni. És elküldeni. Ez mindig olyan, amikor ezt mondja valami kutató, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy ez olyan csel, olyan nem igazi, hogy jó, nem, nagyon sokáig tart, nem tudunk oda menni, de majd föltöltjük az agyunkat a kompjúterbe, és akkor elküldöm a Huawei telefonomat, azt majd fölfelejtem. Hát a fénysebességgel el tudod, tehát ez a teleportálás igaziból, vagy a legközelebb álló dolog ahhoz. A nemzetközi űrállomáson mi történik jelenleg? Hogyha a srácoknak kell valami szerszám, ami nincs meg nekik fönt, kinyomtatják. Tehát fénysebességgel, rádión ugye felküldik nekik azt a fájlt, ami alapján a 3D nyomtató, ami itt is van a bárban egyébként, az itt szépen kinyomtatja nekik a csavarkulcsot, ami éppen nem volt meg. Na most persze ez egy metafora, de nyilván tekvás technika, de az lenne az ötlet, hogy ilyen módon vinnénk át magunkat is. Most, hogy a tudattal mi történik, vagy mi? Hát nyilván egyébként nem az, hogy keletkezne belőled 2, mert hogy minden információt kiszedjenek, ami te vagy, ahhoz le kell téged bontani. Tehát ez nem lehet, ez nem olyan módszer, amit beavatkozás nélkül meg lehet csinálni. Igen, ezt. És akkor felsejlik a kérdés, hogy aki transportálnak és újra materializálódik, az ugyanaz a személye, aki transportálta. Szerintem meg volna erre egy jobb technika, olyan, mint a, mi a címe annak, segítsetek, annak a filmnek, Bruce Willis játszik benne, és így, ilyen más testeket használnak, tehát igazából csak használnak ilyen tökéletes testeket, de ők otthon vannak, és fekszenek egy ágyon, és csak a másik test mozog. Tehát kvázi egy android mozog. Az a vicc, hogy ehhez egyébként már félelmetesen közel vagyunk. Mm-hmm. És az például azt a másik testet, azt az androidot, azt föl lehet küldeni magunk helyett, és megtapasztaljuk azt, amit ő tapasztal. Persze. Én ezt mondom, hogy nem feltétlenül lehet, hogy nem is nem szerves lényekként megyünk oda. Olyannyira, hogy ez szerintem egyébként még a legközelebbi jövőben is felvetődik. Tehát én például nagyon szeretek amellett kiállni, hogy nem kéne például, annak ellenére, hogy nagyon csábító, hogy lakjunk a Marson, de hát a Marson lehet, hogy van őslakos élet. Na most az egy etikai probléma, hogy mi miért megyünk oda összefertőzni a Marsot, mint hogy egyébként ugye tudjátok, hogy nem a Hernán Cortez meg a többi ilyen spanyol konkvisztádor volt az elsősorban felelős azért, hogy az inka meg maja meg egyéb civilizációk itt teljesen eltűntek. Betegségek, amiket behúzoltak. Hanem a betegségeink, mert mi ugye több száz évnyi európai kémiai alapú evolúció alapján összezárva, ugye, tehát már sok pest is túléltünk, és igazából Európában már csak egy immunis populáció lakott olyan betegségekre, amikkel ők még sose találkoztak. Tehát tulajdonképpen leginkább ezek a járványok vezettek a civilizáció kialásához. Most a Mars esetében, ahol ugye nincs civilizáció, de oda is vissza is felmerülhet ugyanez, még akkor is, hogyha csak egysejtű lények vannak. Nyilvánvaló, hogy nem találkoztak velünk, mi se találkoztunk velük. Még ha nem is lenne veszély, vajon milyen az az övék? Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon egy ilyen egysejtű lényeknek vannak-e jogai? Mit mond vajon erről a United Federation of Planets-nek az alapokmánya, hogy most ilyenkor mi van? De lényeg az, hogy mennyire elegáns lenne a Mars körül keringeni, és ilyen virtuális valóság cuccokkal távirányítani
az androidokat vagy robotokat a Mars felszínén. Azért mondom, hogy a Mars körül kell keringeringeni, mert akkor nincs rádiókésés. Ugye, hogyha a Földről akarnám ugyanezt csinálni, és egyébként ezzel is a csillagutazással is az a baj, hogy már a Mars esetében is az van, hogy oda 15-20 perc, és vissza 15-20 perc, tehát ha én megmozdítom a kezem a Földön, és a marsi, mit tudom én, avatárom, robot ugyanezt csinálja, akkor mire én ezt látom, ugye elunom az életemet, tehát akkor megint csak nem árt, ha 1000 évig élek, hiába nem megyek sehova, mert rohadt unalmas az egész. Viszont, ha Mars körül keringek, akkor gyakorlatilag rádiókésés nélkül meg lehet csinálni, de tudom őket távirányítani, anélkül, hogy összefertőzném a bolygót, plusz sokkal egyszerűbb, mint az én nehéz űrhajómat oda letenni, meg az én nehéz testemet fölvinni a Marsról, meg vinni magammal az összes oxigént, meg krumplit, amit a Matt Damon megintette. Nem, igazából nem kell lemenni a Marsnak a gravitációs völgyébe, meg vissza, hanem így, ahogy mondod, ezt lehet csinálni. De azért valamennyire közel kell hozzá lenni, ez a gond. Mert hogy itt ez a fénysebesség, az úgy tűnik, hogy az egy határ ilyen értelemben. Vagy az információt is ugratjuk a téridőben, hát ez már egy más kérdés. De most ez egyelőre még nincs meg. Kísérteties távolba hatás. Ja, hát igen, az van. Ugye a kvantum összefonódást mondod, amit Einstein így jellemzett, hogy de ugye az nem úgy van, hogy mi tudunk azzal információt továbbítani. Hát még. Ki tudja, hogy jó, később. Hát igen, most ebben nem mennék bele. Hát igen, ez már egy következő műsorunk témája. El is érkeztünk a végéhez, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk ezekről a dolgokról. Kicsit másról, mint eredetileg terveztünk, de szerintem izgalmas volt. Lényegében megoldottuk a marsutazást itt, elméletben. Én abszolút azt gondolom, a Star Trek a sok-sok dolgot motivált, a tricordertől, a motorról, a telefonon át, minden. Én nagyon szeretném hinni, hogy később, 100 év múlva, akár 500 év múlva a Star Trek az alapja lesz egy olyan emberi társadalomnak, akár vulkániak nélkül, vagy akár egy darab idegen nélkül, vagy Bolygók Egyesült Federációja nélkül, csak mint emberek, ami egyébként az a világnézet, vagy az a elgondolás, amit mondjuk azért a Star Trek, főleg a klasszikus 90-es évekbeli sorozatok képviselnek. Úgyhogy én ilyen reményteli vagyok, és amúgy is mindig azt mondják, hogy pozitív dologgal zárjuk le a műsort. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A következő adásunk majd az 56. lesz, amiben a legnépszerűbb áltudomány kerül terítékre, Miklós, az asztrológia. Ezt fogjuk kibeszélni immáron a szokásos keretek között Claudia és Miklós társaságában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, a jelenlevő között végighallgatták ezt a beszélgetést, a podcast nézőknek és hallgatóknak pedig további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.